Nóra, Máté, Peti, Gábor, Lora, Lotti, Nándor. Hol vagy Hanna, Bogika, Szandi, Noel, Gabika, Lőrinc, Marci, Petra, Era, Zsófi, Helga. Gyertek, gyertek énekelni, a manókkal táncra kelni, ugrándozva, tapsikolva, mulassunk egy nagyot együtt ma. Gyere hozzánk, Sári, Mira, Robi, Klári, Luisa, Adél, Karola, Balázs, Csenge, Ágota, legyél bátor, Villő, Fanni, Liza, Kincső, Bella, Dalma, Marica, Janka, Kinga, Alina. Gyertek, gyertek énekelni, a manókkal táncra kelni, ugrándozva, tapsikolva, mulassunk egy nagyot együtt ma. Itt vagy-e már, Dorina, Szabi, Zsonka, Kamilla, Zsombi, Emma, Szofia, Zalán, Panna, Regina. Ki nem hallotta nevét, tegye fel a kis kezét, gyertek ti is bátran, legyünk itt vagy százan. Gyertek, gyertek énekelni, a manókkal táncra kelni, ugrándozva, tapsikolva, mulassunk egy nagyot együtt ma. Kedves nézőink, a mai Weekendet a Vidám Manók műsorával nyitottuk, hívogatóval hívogattuk Önöket, hogy tartsanak velünk ebben a műsorban, és elsősorban persze a gyerekekre gondoltunk, hiszen a témánk ezúttal a gyereknap lesz. A stúdió díszítő színes lufikat a Parti Dekor biztosította, nekik külön köszönet, természetesen így lesz is ma lufi hajtogatás, arcfestés, beszélgetünk sportos és okos fiatalokkal, és még bohóckodni is fogunk. Lulu bohóc jó voltából, de először ismerkedjünk meg kicsit itt a zenekarral. Sziasztok! Hát ettől jobb bemutatkozó nem is kellett volna, engem is elvarázsoltatok, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon sok gyereket, és vele együtt a szülőket is, hiszen amikor azért megérzi azt egy család, hogy igényes, élő zenével találkozik, és valami olyasmi történik a színpadon, és a gyereke valami olyan fergeteges, virtuális valóságba csöppen, ami a lelkét és az eszét is csiszolja, azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó érzés szülőként. Sok mindenről beszélgethetnénk, mondhatnám azt, hogy régi motorosok vagytok a színpadon, hiszen ugye mindketten különböző zenekarokban edződtetek, de most viszont itt ugye hárman zenéltetek. Egy kicsit akkor mutassuk be a zenekart. Mióta játszotok ebben a formációban? Hú, ez nagyon szép felvezetés volt. Köszönjük szépen. Hát ebben a formációban most lesz júliusban 3 éve, hogy zenekarként működünk. Pont a napokban néztem vissza egy 2 évvel ezelőtti riportunkat, amikor még ilyen újoncként debütáltunk itt nálatok. Hát abban még azt nyilatkoztuk, hogy majd szeretnénk egyszer élő zenekarként is megmutatni magunkat, és a terveink, álmaink között szerepeltek saját dalok. Most már hál' Istennek a mai napra ezt elmondhatjuk, hogy több mint 200 koncertet tudhatunk magunk mögött, illetve egy 5 fős formációval, egy komplett élő zenekarral is sikerült megmutatni magunkat, és hát megszületett első gyermekünk, amin 1 mese és 7 saját dal található, úgyhogy ezt nagyon szeretnénk a kedves szülőknek ajánlani. Ugye 3 év alatt gyakorlatilag felnőtt a zenekar, hiszen ugye most vagytok óvodáskorban, de valóban már tényleg teljesen profi módon játszotok, zenéltek, és maga az, hogy ezen az albumon ugye saját szerzemények vannak, ez mindenképpen egy dicséretes dolog. Hogyan születnek ezek a dalok? És ahogy ugye látni fogjuk itt a műsorban, gyakorlatilag minden egyes fellépés új és új, hiszen a statisztáitok, vagyis a főszereplőitek, ugye mindig újak a gyerekek. Ez az érdekessége különben, mert ezt mindig a helyzet adja. Tehát régen, amikor én gyermek voltam, akkor minket is elvittek a szüleink bizonyos előadók koncertjeire, ami akkor nagyon jó volt.
Most pedagógusként mondjuk már látom azt, hogy az iskolában is bevezettük az interaktív táblát és egyéb dolgokat, ami a gyerekek figyelmét még intenzívebben leköti. Ezért törekszünk mi is arra, mind a szövegírásban, mind pedig a zenében, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat ebben a dologban. Tehát nem mint egy koncertre csak eljönnek és meghallgatják a dalokat, hanem próbáljuk őket minden dalban bevonni. Más lett, hogy tulajdonképpen ugye ti is szülők vagytok, tehát így más, vagy különlegesebb játszani? Más lett. Szerintem nem. A zene az örök. Egy kicsit, Gabi, azért mutasd be a többieket is, akiket most itt nem láthattunk, mert ugye elfoglalt csapat vagytok, de hát a hétvége azt hiszem, hogy teljes gőzzel és teljes kétszemmel. Az ötös szekció kezdeném, ott Budai Krisztián hozza fel az összes ütős hangszert, valamint basszusgitáron Jánbári Gyuri, aki most nem volt jelen. Röviden ennyi. És ugye ti, akikkel találkozhattunk. Hát ahogy itt mondtam, jön a hétvége, és említetted Timi, hogy már több mint 200 fellépés van a hátatok mögött. Hogyha most megpróbálunk egy kicsit, ugye említetted, hogy láttad ezt a műsort, vagy visszanézted, és akkor most megint leteszünk egy mérföldkövet itt a jelenben, akkor mondjuk a következő 3 esztendőre milyen vágyaitok lennének, mit fogalmaznál meg? Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Szerintem most már egyre inkább arra törekszünk, hogy a koncerteken csak is saját dalokat játszunk, és hogy azt minél több emberhez eljuttassuk. Ezért születnek a videóklippek is, illetve a közösségi oldalainkon is meg szoktuk osztani ezeket. Szeretnénk, hogy hát, illetve ha elmegyünk egy mondjuk vidéki fellépésre is, vannak olyan helyek, ahol már visszahívnak minket, megismernek a szoknyámról, ismerik a dalainkat, ez fantasztikus érzés, hogy tudunk valami maradandót alkotni, úgyhogy ezt szeretnénk folytatni a továbbiakban is, minél több dalt írni, és minél több lemezt elkészíteni. Igen, itt figyeltem a kislányokat, hogy úgy néznek rád, mint egy hercegnőre, vagy királylányra, tehát azért ez a pozíció, ez tényleg nagyon, klassz, nagyon hálás, hálás dolog, de egyben azért ugye tanító jellege is van ezeknek a daloknak, ha most azt nézem, csak tényleg pedagógus szeme, hogy itt a kicsit a mozgás koordinációjukat, a kis testtudatukat, akár és magát ugye a zenei műveltségüket is csiszolgatjátok. Nagy feladat ez, vagy nagy fejtörés, hogy tényleg mondjuk akár egy egészen picitől, mondjuk egy 10-12 éves korú gyerek számára is érdekesek legyenek a dalaitok? Hát szerintem nagy feladat, de azért minden koncerten jellemző az, hogy egészen a 2-3 éves korosztálytól, mondjuk egy olyan 10-12 éves korosztályig szívesen részt vesznek, főleg ahol már ismerik a dalainkat, ott alig várják, hogy kezdődjön a koncert, és akkor sokszor még anyuka meg apuka is bekapcsolódnak a műsorba, szívesen részt vesznek a gyerekekkel együtt. Igen, az biztos, hogy nagyon, nagyon fülbemászó dallamok ezek, és szerintem a nézők is rá fognak jönni, hogy majd még egy fél óra múlva is dudarázták, mert hogy én magam is most, hogy visszagondolok itt erre az első számra, valahol igen, már ott van a kis agytekervényeimbe. Nos, hát akkor a mai napon még itt két dallal fölléptek majd a Weekend színpadán, de a hétvégén azért találkozhatnak veletek, és hogy csináljunk egy kis reklámot is ennek az albumnak, gondolom, hogy egy élő koncerten akár meg is vásárolhatják ezt a lemezt. Igen, tehát hivatalos kiadásra nem került egyenlőre a lemez, ezt a zenekar szponzorálta, úgymond, és a Facebook oldalunkon megtalálható, hogy hol lehet megvásárolni ezeket a lemezeket, Nyíregyházán egy hangszerboltban, illetve néhány bababolt is mellénk állt, hogy így mondjam, és segít nekünk ezeknek a lemezeknek a forgalmazásában, illetve a koncertek után természetesen már kértek dedikált példányokat is, úgyhogy ott is előszeretettel adjuk ezeket a lemezeket. A koncerteket pedig a holnapi szombati nap folyamán Ibrányban leszünk délután 3 órától láthatóak, ez a Városligetben lesz, a vasárnap a kiemelt gyermeknap számunkra, az pedig itt Nyíregyházán 2 órától a Kossuth téren délután, 5 órától pedig Tokajban a Fesztiválkatlanban fogunk koncertezni, úgyhogy nagyon várjuk a sok apróságot. Akkor lesz buli. Igen. Bőven. Hát köszönjük szépen, programajánló után mi is fejest ugrunk, a csápjainkat, azokat teljesen élesítjük, hiszen egy bogárbálba csöppenünk hamarosan.
Hát kedves gyerekek, szeretném megtudni, hogy szeretitek-e a bogarakat? Ki az, aki szereti a bogarakat? És el is tudtok nekem mondani egy bogarat? Hernyó. Katica. Szúnyog. Hangya. Szarvasbogár. Képzeljétek el, hogy hát ezeken kívül még rengeteg bogarunk van, és ezek a bogarak néha-néha összegyűlnek, csapnak egy jó nagy bulit, egy olyan bulit, amiben most mi is vagyunk. Hát van nekik egy táncuk, egy bogártáncuk, amit most meg fogunk gyorsan tanulni. Te ismered? Nagyon örülök neki. Hát először is megmozgatják a csápjaikat, aztán a szárnyakat. Következik a potroh, ezt a popsinkkal, bizony, ügyesen, és a végén pedig tapsolnak. Hogy is volt sorban? Csápok, ügyes vagy, aztán a szárnyak. Következik a szuper, és a végén? Most nem segítek, ti ösztök, tehát csápok, ügyes vagy, aztán következik a és a végén? Nagyon-nagyon ügyesek vagytok, de képzeljétek el, hogy ezek a bogarak nem csak táncolni tudnak, van nekik egy daluk is, bizony énekelni is tudnak. Örülök, hogy ismered. Hát nagyon egyszerű lesz a dal. Mindösszesen annyit fogunk mondani, hogy bál, bál, bogár, bál. Figyelj! Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál, s a tapsal. Bál, bál, bogár, bál, na még egyszer. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál, s a tapsal. Bál, bál, bogár, bál. Hát akkor fogadjátok nagyon nagy szeretettel a Vidám Manók Együttes Bogárbál című dalát, és amikor elérkezünk ehhez a részhez, amit most ilyen ügyesen és gyorsan megtanultatok, akkor pedig eljárjuk közösen a bogártáncot. Hírt hozott a méhecske, bogárbál lesz ma este. Hegedűvel jött a tücsök, szarvasbogár ritmust ütött. Cserebogár alkút kötött, Katicáig háta mögött. Jött a sok légy pimaszkodni, lúdarás meg rendet rakni. Figyeljen a tánc! Bál, bál, bogár, bál. Szárnya! Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. S a taps! Bál, bál, bogár, bál. 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 János is jött a szentektől, fényt hozott az égiektől. Lepke szárnyon jött a tánc, hernyón is volt bőven ránc. Ennivalót hangyák hoztak, a bolhák csak ugrándoztak. Itt a bálban nagy alárma, csendet tör a szúnyog szárnya. Bál, bál, bogár, bál. Szárnya! Bál, bál, bogár, bál. Potrok! Bál, bál, bogár, bál. S a taps! Bál, bál. Nagyon ügyes vagy, figyelj! Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Ébred a nap mély álmából, kibújik a hűs párnákból, meleget hint szét a réten, terjeszkedik jó kövéren. Vége is lesz már a bálnak, s bogaraink hazasztálnak, lepihennek otthonukban, s álmodnak a potrohukban. Kész vagy? Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. S a taps! Bál, bál, nagyon ügyes vagy, még egyszer! Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Bál, bál, bogár, bál. Na most akkor szeretném látni, hogy közületek ki a legesleg gyorsabb láb, ugyanis ezek a bogarak még szeppelni is tudnak. Hagyj lássam, vagy lássam! Gyorsabban, 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 gyerünk, csajok! Nagyon ügyesek vagytok! Jé!
mindenki egy jó kis tüzes láb, nád akkor felkészülünk az utolsó bogártáncra, csápokat elő! Bál, bál, bogár, bál, 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 bogár, bál, 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 bogár, bál, csak taps, bál, bál, bogár, bál, 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 bogár, bál, 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 bogár, bál, 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 bogár, bál, 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 bogár, bál. Tovább gurulunk, a Pfeffer család a vendégem itt a Weekendben, sziasztok! Név szerint Gábor, ugye az édesapa, és Bence is Balázs. Hát a legfiatalabbak tulajdonképpen, akik a Bringa pikniken részt vettek, és el is kerékpároztak Nyíregyházától egészen Tokaig, tehát a legfiatalabb résztvevőt köszönhetjük itt a stúdióban. Ugye a póló is azt bizonyítja, hogy te már egészen korán felébredtél ezen a szép májusi napon, amikor ugye elsőként rendezték meg ezt a Bringa pikniket Nyíregyházán, mert a Bringa óviba indultál, ugye? Kora reggel. Mesélj erről, mi mindent kellett ott csinálni? Mi volt a feladat? Gondolom, hogy neked nagyon egyszerű volt, mert csak egy ilyen kis kresszpályán kellett bicajozni, és akkor ott igazándiból bemelegítettél szerintem, mert hogy később egészen Tokaig kerékpároztál. Na, akkor most szerintem apával megbeszéljük, hogy hogy is volt ez, addig, ameddig a fiúk megszokják itt a televízió stúdiót. Itt beszélgetünk néhány másodpercet, azt mondtad, hogy alig vártad, hogy a fiad egy nagyobb méretű kerékpárra tudjon ülni, és egy nagyobb távot megtegyetek. Na hát mikor ült ő először bicajra? Hát alig múlt egy éves, amikor futóbiciklire ült, még éppen, hogy megtanult járni, és azon a nyáron már kapott egy futóbiciklit, amin gyakorolt. Igazából csak egy helybe totyogott. A fejlődés az akkor indult el, amikor bekerült a bölcsödébe, és ezzel a műanyag motorral megtanulta, hogy hogyan is tudja lökni magát. Aztán a következő nyáron már olyanokat csinált a futóbiciklin, hogy felrakta a kormányra a lábát, úgy gurult. Azért ez nem egy hétköznapi sztori szerintem, hát, két-három éveseknél. És a bátyja ezt mindezt hogy nézte? Mit szóltál hozzá, hogy az öcséd ilyen kis fura, bicajos? Emlékszel ezekre az időkre? Azért ez nem is olyan régen volt. Nem annyira emlékszel. Te hogy álltál akkoriban a bicajozással? Neked is ilyen kedvenc sporteszközöd volt? Igen. Ő is biciklizett már akkor. Sőt, Bence az utolsó nap a bölcsödébe biciklivel ment. Kétkerekű biciklivel, pótkerék nélkül. Figyelj, lehet, hogy egy kerékpárversenyző. Jól hangzana egyébként az életrajzában ez a bizonyos kerékpáros sztori, vagy hogy hogyan rakta föl a lábát a bölcsődébe a biciklire. Nos, akkor mondhatni az, hogy te már megláttad benne a tehetséget, és ezt a bizonyos Nyíregyháza Tokaj útvonalat egyébként apaként végig tekertett korábban? Tudtad, hogy mire vállalkoztok? Tavaly, amikor átadták a kerékpárutat, akkor barátainkkal végigtekertük, akkor az egy egyirányú út volt. A fiúk feleségemmel kocsival utána jöttek, és akkor rakamazig visszatekertünk fagyizni. Nekik ez volt akkor a kerékpározás. Most pedig nekivágtunk, és úgy gondoltam, hogy a tömeg ad elég lendületet. Nekik is ahhoz, hogy végigbírják tekerni. És kellett-e ehhez valamiféle erőnléti edzés, vagy csak úgy belevágtatok? Hát természetesen nem ez volt az első kerékpártúránk. Idén ez a harmadik komolyabb túra volt. Először kezdtünk egy sóstói körrel Balázs osztálytársaival. Utána a Zemplénbe voltunk, Pálházáról Fűzérradványra tekertünk föl. Aztán utána Búzslára. Ez már keményebb volt. Ez egy ilyen 20 kilométeres kör volt, majdnem 200 méter szintemelkedéssel. Aztán a Szamos töltésen kerékpároztunk Cégénybányától Csengerig, meg oda-vissza. Az 40 kilométer volt összesen. Nem szépen felépített edzéssel. Igen, aztán mondhatni, hogy edzés. Elérkeztetek a Bringa piknikhez. Nos, akkor hát Bence, milyen volt maga ez a piknik? Hogy érezted magad? Mennyire volt fárasztó? Fáradt voltál azért ott a Tokajba értetek? Volt olyan, amikor azt mondtad, hogy apa, inkább álljunk meg,
mert most már nem bírom tovább. És akkor mi történt? Leálltatok egy kicsit? Mennyi idő alatt értetek Tokajba? Gondolom, egy örökkévalóságnak tűnt, legalábbis amikor az ember nyerekben van, tényleg milyen időt tekertetek? Kerek 3 óra volt, hogy odaértünk. Igazából, amit észrevettem, hogy Bence egy olyan 10-12 kilométer után fárad el. Neki ott kell valami más program, hogy leszálljon a bicikliről, és futkározzon, focizzon, játszóterezzen, és akkor utána lehet tovább menni, meg kell törni a monotonitást. Szóval az első kérdésük az volt, amikor találkoztunk az egyik szomszéd kisfiúval, hogy este le mehetünk-e biciklizni. Komolyan. Tehát annyira nagyon mégse fáradtak el a 30 kilométer után. És természetesen ugye visszafelé már azért nem jöttetek kerékpárral. Visszafelé ők autóval jöttek, én kerékpárral. Hát egyedül teljesen más volt, mint csapatba. Mondom, nem 3 óra alatt tekertél vissza. Nem 3 óra alatt tekertem vissza, viszont félúton volt egy olyan szakasz, ahol 16-18-a egy kis szembeszélbe alig bírtam tekerni, és meg kellett várnom, hogy utolérjen egy gyorsabb társaság, és hozzájuk felzárkózva sikerült hazaérnem. Azt gondolom, hogy egyrészt tényleg lendületet ad, de aki egy ilyen család feje, ahol ilyen sportos fiúk vannak, akkor ez mindenképpen egy ösztönző dolog. Mutatkozzatok be egyébként, honnan jöttetek, hova jártok, hová készültök. Bence, te még óvodás vagy, ugye? Igen. Meddig leszel még óvis? Még jövőre is hobbiba maradsz? Nem. Már mész iskolába? Igen. Na, áruljuk el, hogy melyik lesz az az általános iskola, akinek egy ilyen szupersztár lesz az első. A Bem József általános iskolába. Igen. Gondolom, hogy te is oda jársz, ugye? Igen, második osztályos vagyok. Nos, hát akkor ketten a Bemben szerintem egy jó kis kerékpár csapat. Jövőre akár indulhattok majd ugyanezen a Ring a pikniken, és akkor, hogyha a legtöbb általános iskolás szülővel együtt részt vesz, akkor akár még valamilyen ajándékot is kaphatok. Már csak egy utolsó kérdés, mennyire fontos számotokra az, hogy gyereknapon valamiféle buliba menjetek, vagy ajándékot kapjatok, várjátok-e? Nekem nem annyira fontos. Nekem. Neked? Nem annyira fontos, és esetleg mondjuk egy lufinak örülnél, amit a mi bohócunk hajtogat majd neked? Akkor mindenképpen fogunk vele beszélni. Semmiképpen nem engedünk el lufi nélkül, sőt, arra ösztönözlek titeket, hogy maradjatok itt velünk a Vidám Manukkal, és hallgassuk meg a következő dalt, és gratulálunk ehhez az első televíziós szerepléshez is, és ahhoz is, hogy te voltál ennek a versenynek a tulajdonképpen ennek a szabadidős rendezvénynek a legfiatalabb tagja. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük. Fogunk. Jó nagy mosolyt szeretnék kérni. Mindenünket megmozgatjuk. Kezdődik a Manó torna. Gyertek gyorsan, álljunk sorba. Nagyon jó lesz, meglátjátok, elfáradunk, ha megcsináljuk. Figyeljetek, első feladat! Először is terbe szállás, két lábaddal gyerünk, fajtás, két kezünket elővesszük, és a csípőnkre rátesszük. Mind a kettőt, és jön egy kis csípőlengetés, jobbra, balra, ügyes vagy! Csinálunk egy jó nagy csípőkörzést is. Aha, ügyes vagy. Figyelj! Buksinkat megmozgatjuk, jobbra-balra forgatjuk, előre döntjük, végül hátra, jobbra-balra, majd előres hátra. Figyelj, jönnek a kezeink! Ujjainkat mozgatjuk, két karunkat forgatjuk, jobbat előre, balt hátra, malomkörzést jól csinálva. Ismeritek a malomkörzést? Na hagyd lássam, kinek megy a legeslegjobban? Mintha úsznánk a vízben, nagyon ügyes vagy! És most átváltozunk, pici törpékké. Most törpék vagyunk, legugorunk törpejárást,
gyakorolunk, lépegetünk előre, így halad a sok kis törpe, és most jól megnövünk, figyelj, az óriás, az égig felér, nyújtózkodj, hogy te is elérd, csiklandozd a felhő hasát, hogy kacagva nézzen te rád. Nyújtóztass ki jól magad, hagyd lássam ki a legnagyobb óriás. Mindenki jó nagyra nőtt. Elérkeztünk az utolsó feladatokhoz, figyelj! Most egy kicsit belehúzunk, páros lábbal ugrándozzunk, jó magasra, gyerünk srácok, a csillagot is láthatjátok. Utolsó feladat, a két kis kezünk még kimaradt, tapsikolni most még szabad, üssed hát a tenyeredet, a manótornát, így köszönj meg. Bálj egy kedves egészségetekre! A Vidám Manók ugye tornáztak, legalábbis a gyerekek tornáztak, és hát pótolnunk kell a kalóriákat mindenképpen gyereknapon, meg főleg, úgyhogy Csekő Balást hívtuk meg, aki nem jött üres kézzel, hanem két tálca finomsággal érkezett. Szia Balázs! Szerintem a nézők! Én úgy gondolom, hogy ilyen színeknek és ilyen illatoknak nagyon nehéz ellenállni, és a gyerekeket ugye hát az édességgel le lehet venni a lábukról. Nem tudom, hogy ilyenkor gyereknap táján például megnő a forgalom? Sokan látogatnak el olyanok is, akik esetleg mondjuk az év többi napján nem mennek cukrászdába? Hogy látjátok? Mindenképpen, bár azért területileg ez megoszlik. Ugye több városban van üzletünk, talán inkább vidéken jobban szoktak ilyenkor a családok bejárni cukrászdákba, illetve felkeresik azokat a helyeket, ami mondjuk a hidegebb időben nem feltétlenül látogatják, illetve hát ugye a nagy vonzerő a fagylalt, mint azt gondolom nagyon sok cukrászdában, és emiatt természetesen egy picit a sütemények abba az irányba tolódnak, ami inkább a gyerekeknek kedvez, vagy a gyerekeknek lehet kis kedvencük. Vannak örök klasszikusok, amiket a gyerekek szeretik, de ők elsősorban a színek miatt választanak egy terméket, kivéve akkor, hogyha esetleg valamilyen módon azt tiltott számukra, de alapvetően ez határozza meg a választásukat, hogy melyik az a cín, ami neki megtetszik. Igen, ezt itt látjuk ugye, hogy tulajdonképpen nagyon rikító színekben érkeztek ide hozzánk, és ez egy klasszikus retro sütiről van szó, a Mignonról, ami azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes cukrászati termék, mert valahogy ez megúhatatlan kategória. Próbálkoznak egyébként ennek az újra gondolásával, hogy egy kicsit modernizálják, vagy pedig vannak bizonyos sütik, amikhez nem szabad hozzányúlni, ez úgy jó, ahogy nem tudom, 30-40 éven mi már magyarok megszoktuk. Talán azt gondolom, hogy a modern cukrászatnak is egy része a klasszikus, és mindig meg is fog maradni. Természetesen annyi új anyag és annyi új lehetőség jelenik meg a cukrászatnak a kreativitásában, hogy bátran hozzá lehet nyúlni. Talán a klasszik süteményeknél, mint ahogy a Mignont is említed, inkább talán a forma az, amiben lehet, illetve különböző módon éppen egy kedvenc mesefigurát is meg lehet, mondjuk nem egy ilyen jellegű réteg, lap és krém töltelékűvel, hanem mondjuk egy gyúrt kuncsa, amit aztán be lehet vonni marcipánnal vagy csokoládéval, és akkor az különbözőféleképpen lehet akár egész picibe is tálalni. Voltak erre nálunk is termékek, ameddig a pultban voltak, ez volt a béka minyon, vagy az egér minyon, amit ugye azt formáztunk, és ez egészen kis pici sütemény volt, de aztán ezek úgy újra-újra néha előbukkannak, de már nincs olyan hatásuk, mint ami adott esetben az újdonság erejével hatott. Igen, vagy akár csibe is, emlékszem.
Beszélgetünk a híradó után, nagyon-nagyon sok dologról még. Itt egy gyönyörű kis apró szülinapi tortát is látok, és elsősorban azért az jutott eszembe, hogy sajnos sokan azért nem mennek cukrászdába, mert úgy gondolják, hogy bizonyos allergiák miatt esetleg nem fogyaszthatják az ott található terméket. Hát Csekő Balázs csupa jó hírrel jött, hiszen azt mondja, hogy hamarosan szinte minden különlegességet megkóstolhatnak azok is, akik valamilyen allergiával küzdenek. Ezzel folytatjuk majd a híradó után, maradjanak velünk!